első ilyen nagy kedvenc az Depeche Mode nagyjából, és aztán a Sisters of Mercy, meg ezek a Dark Cure, Fields of the Nephilim, ezek voltak, és ezek révén találkoztunk mi a Petivel. Nekem hasonló vonal volt, mint nekem az első koncert élményem az Dr. Wave koncert volt, de egyébként nekem is ez a Depeche Mode Cure vonal, nekem talán inkább a Cure volt a kedvencem, meg hogy általában ez a Gothic Rock Dark Wave van, a Sisters of Mercy, Fields of the Nephilim, New Order Army, ez is ilyen közös. Hát tényleg a New Order Army, az igen, ez egy közös. A Delejben most ugye négyen vagyunk, és ebből a dobosunk, a Gergő és én vagyunk a régi zenekarból, tehát mi gyakorlatilag már ilyen 10 éves korunk óta együtt zenélünk. A Levi az első billentyűsünk, ő neki ez nem volt annyira világa ez a vonal, ő azt mondta, hogy kb. Elérte ezzel azt, ameddig a érdeklődése tartott, és szeretett volna más csinálni. Nem örültünk neki, de hát nyilván annak nincs értelme, hogy úgy folytassuk tovább, úgyhogy ő akkor elment, jött helyette a Szabi, Székely Szabolcs. Vele nagyon jól el voltunk, és valószínűleg ő hosszú ideig lett volna, hogyha nem jön neki ez a szerelmi szál és a kanadai kiköltözés. Hát ezzel nem tudtunk mit csinálni, meg nyilván ő sem tudott vele mit csinálni, ez egy nagyon nehéz döntés volt neki, de el kellett fogadni. És akkor igen, most vagyunk a harmadik billentyűsnél, ma lesz a debüt koncertje. Mindenki inkább így befelé fordul, és úgy zenélünk, nem annyira a showra törekszünk. Ez lehet, hogy rossz, vagy nem annyira trendi, de nekünk meg így esik jól, és igazából mi ezt azért csináljuk, hogy így esik jól. Szerintem ez minden ilyen szintű zenekarnak egy elismerés, vagy egy nagyon nagy lehetőség a helyen játszani. Nagyon szeretjük ezt a klubot. És hát ennyi, tehát hogy megkerestek minket, és nyilván igent mondtunk. Elég bevállalós volt, mert ugye a új billentyűssel nem feltétlenül a hajón szerettünk volna debütálni, de te remélhetetlen. Valahol el kell kezdeni. Igen.